Azt gondolhatnánk, hogy 30 év gyakorlattal a háta mögött az ember teljes nyugalommal áll a feladatok elé. Pedig ez nem így van. Annyira nem, hogy Kovács Zsolt, aki több mint egy ideje vezeti az ifjúsági fúvózenekart Cekszárdon, most is idegesnek tűnt. Röviden azt mondta, aki nem izgul egy ilyen helyzetben, az kóklár. Zsolti bácsi, ahogy a zenekar hívja kezei között, több generáció ismerkedett meg az együtt muzsikálás örömével. Az az igazság, hogy tehát nem tudunk folyamatosan egyenletesen fejlődni vagy működni, mindig vannak generációk. Most úgy néz ki, hogy talán ez az ötödik vagy hatodik generáció, ami a kezdetek óta működik, és hát úgy talán ez a generáció ez most kezd a csúcsra érni, de hát szeptemberben már indul egy erózió, sokan elmennek a meghatározó tagok közül, és akkor újból fel kell építeni egy újabb generációt, úgyhogy igazából mindig az a cél, hogy amikor kialakul egy ilyen viszonylag stabil állapot a zenekarban, akkor azt a társaságot minél jobban fölhozni, amikor pedig ugye egy ilyen generációváltáson, akkor pedig az újabb generációt kinevelni. Az elengedés nem egyszerű, ezt mindenki pontosan tudja. És ezzel a mester sincsen másképpen. Egyrészt az írás a falon, másrészt meg ez, hogy gyakorolni az elengedést a tagokkal szembe, a szülőkkel szembe, akikkel az ember, hát kb. Egy olyan 10 évet töltünk együtt, mint diák, stb. Nagyon nehéz. Nekem egyre nehezebb. És bár ifjúsági a zenekar neve, mégis jó néhányan vannak, akinek ez akkor már csak boldog emlék. De valami, vagy talán éppen Kovács Zsolt karizmája mégis itt tartja őket. Ha tudnám a titkot, akkor már tanítanám, és ebből gazdagodnék. Nem tudom. Ez ebben benne van, igen, én is benne vagyok egyrészt, benne van az egész társaság, benne van az a szellemiség, amit a legelején sikerült kialakítani az akkori szülőkkel, a további szülők tovább vitték. Tehát itt látunk egy zenekar, de ez mögött egy hatalmas háttérország van, kollégák, zeneiskola, általános iskolák, gimnáziumok, szülők, tehát majdnem azt mondom, hogy ez a jéghegy csúcsa, és ez mögött rengeteg munka van, rengeteg személytől, intézménytől, hivataltól. Gyors fejszámolást végeztünk. Közel 500 olyan ember van, aki megfordult az együttesben. Egyszer talán sikerül legtöbbjüket egyszer egy színpadra állítani egy nagy közös koncert elejéig. Amíg erről beszélgettünk, látszott, az ötlet megdobogtatta a karnagy szívét. Emlékezetes este lenne, azt gondolom.